Konferencián ismerkedtek a régió turisztikai szakemberei Kazincbarcikával és a Color Fesztivállal a rendezvény 6. napján, augusztus 13-án. A Szabadság téren színes darumadarakat hajtogattak, kicsik és nagyok tegnap délután. Közben a koloróriás kihelyezését is figyelemmel kísérték az érdeklődők. A hatalmas papírtaru egy fán találta meg a fészkét. Ezzel párhuzamosan a Munkácsi téren az Izsó Miklós képzőművészeti kör tagjai tartottak szabadtéri rajszakkört. Sok járókelő portrét is készítetett magáról a művészekkel. A Color Folk napon bemutatkozott a Prima Pálinka főzde legújabb illúziója, a fekete ribizli pálinka is, melyet a számos egyéb csemege mellett lehetett megkóstolni. Szintén a Szabadság tér volt a helyszíne a nap két ingyenes koncertjének. Este 6-tól a Magyar Vista Szociálklub zenélt, mely nevét egy népművészetéről híres erdélyi faluról kapta, zenében pedig többféle stílust képviselnek. El akarnak vinni katonának, göndörhajam le akarják vágni, azzal kell a császár kiszolgálni. De Szeged felől fúdogál a szellő, jön a zsandár, mint a zápor első. Jön a zsandár, de nem félek tőle. Hadd jöjjön, majd leszámolok véle. Mert engem hívnak Fábián Pistának, de ki is állok 24 zsandárnak. Őket Pál István Szalonna és bandája követte, akikről egyebek mellett azt érdemes tudni, a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusaiként Prima Primissima díjjal tüntették ki őket 2007-ben, illetve koncertjeiken a Kárpát-medence legnemesebb dallamai szólalnak meg, muzsikájukkal szerte a világon hirdetik a magyar zene szépségét, valahogy így. A második Color Fesztivál 6. napjának prima estéjét táncház zárta. Erről, a koncertekről és egyéb programokról augusztus 12-i csütörtöki fesztivál TV adásunkban számolunk be részletesen, ahol a szintén csütörtökön fellépő Lárpul Lárt is vendégünk lesz. Tartsanak velünk, most is 17:30-kor kezdünk a KVTV-n.